Június 13-a a, a védőnők napja. Magyarországon Stefánia belga hercegnő védnökségével alakult meg az Országos Stefánia Szövetség 109 évre ezelőtt. A kezdeményezés része a védőnői szolgálat megalakulása, amelynek fő feladata a mai napig a várandósok, a gyermeket nevelő családok támogatása, a magzat és a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása. A Magyar Védőnői Szolgálat 2015 óta szerepel a Hungarikumok gyűjteményében megemelem a tarkójánál, az egyik kezemmel, a másik kezem szabad alá nyúlok. Csecsemő gondozás gyakorlat a Miskolci Egyetemen. A védőnők a családdá válás minden állomásán segítik a szülőket. A feladatuk és küldetésük, hogy a magzat és a gyermek egészséges fejlődését biztosítsák, illetve támogassák a kismamákat. Előkészítem a fejecskéje fölé a centimétert, óvatosan megemelem, alá húzom a centit, és a fülecskéjét, hogy nem érjen bele, óvatosan fogom megmérni a fejecskéjét. Az egészségtudományi kar életében történelmi szerepet játszik a védőnő képzés, hiszen ezzel a szakkal indult el a kar. 2001-ben az induláskor 40 védőnő hallgató jelentkezett a képzésre, jelenleg több mint százan vannak. Ezt a hivatást nem, azt, azt kell, mondanom, nem lehet tankönyvből megtanulni, úgyhogy nekünk nagyon jó, hogy a védőnői munkamódszertanában olyan kolléganők vesznek részt az oktatásban, akik főállásban mellette pályán dolgozó védőnők. A védőnők napját június 13-án ünnepeljük, ez a jeles dátum a kar életében is kiemelt szerepet tölt be. Magyarországon Stefánia belga hercegnő védnökségével alakult meg az Országos Stefánia Szövetség 109 évvel ezelőtt. A védőnői munka lényege a prevenció volt, tehát a bajok megelőzése és a tudatlanság felszámolása és ennek érdekében egy sajátos magyar módszert dolgoztak ki, amelynek az a lényege, hogy a védőnő nem a saját irodájában, a hivatalában várja és fogadja a segítségre szorulókat, az úgymond klienseket, hanem a védőnő a gondozottakat a saját otthonukban Gondozza, tehát a védőnők kimennek a családokhoz, és a saját környezetükben próbálnak segíteni mind az egészségügyi, mind a szociális problémák megoldásában. Ez annyira sajátos módszer, hogy a világon is kevés hasonló példa van rá. A védőnők száma a magyar egészségügyben az elmúlt több mint 20 évben alig változott. 4.800 és 4.500 fő között mozog. 2022-ben 5.010 időszakos, teljes vagy részmunkaidős állásban alkalmazott védőnő volt az országban, a Központi Statisztikai Hivatal és az NNK adatai szerint. A védőnök napjával az egészségpercekben is foglalkozunk június 17-én a híradó után.